A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének Baranya megyei szervezeti egysége jutalmazta a 2021-es év legjobb játékosait, edzőit és játékvezetőit. Horváth Boglárka két díjat is kapott. Nagy Rékával együtt az U18-as kategória legjobbja lett, valamint a 2021 nyarán megrendezett 3-3-as világbajnokságon harmadik helyezést elért csapattagja volt, és az ügyességi versenyszámban második lett, amiért emlékplakettet vehetett. Át. Nagyon büszke vagyok, amit a nyáron el tudunk érni a 3x3-as világbajnokságon a csapattal, a bronzérmen, ami szerintem mindenki számára egy felejthetetlen élmény fog maradni. A 2022-es évtől pedig azt várom, hogy minél jobb helyezést tudjunk elérni a csapattal, és ugye újonc vagyok a felnőtt csapatban, és minél jobb teljesítményt szeretnék nyújtani, és amit játékpercet kapok, azt maximálisan kihasználni. Az év amatőr edzőjének Csutorás Fannit, a Kozár Mislenyese edzőjét választották. Fanni edzői pályafutását Amerikában kezdte, hazatérése után került kapcsolatba jelenlegi klubjával, ahol már negyedik szezonját tölti. Jelenleg a kiemeltként kezelt U16-os csapat vezető edzője. Megmondom őszintén, nem számítottam rá. Az, hogy minek köszönhető, én azt mondanám, hogy a tavalyi U14-es bajnokságnak, de persze bármi más is lehet. Most így pontosan nem szeretnék belemenni a mélyebb dolgokba, de ez nagyon nagy megtiszteltetés számomra, és nagyon örülök neki, hogy most már edzőként is sikerült egy díjat elnyernem. Összesen 2155 szavazat érkezett a Baranya legjobbja 2021-es felhívásra. 12 kategóriában hirdettek győztest, de további 8 külön díjat és 8 emlékplakettet is kiosztott a Baranya megyei Kosárlabda Szövetség. A sok-sok nehézség ellenére, ami legfőképpen a Covid képében jelent meg ebben az évben, azzal együtt sikeresnek mondható. Tehát én azt gondolom, hogy van sok dolog, amire büszkék lehetünk. Itt volt ez a sok díjazott, és szinte kivétel nélkül mindegyik olyan eredményt ért el ebben a nehéz, de dolgos évben, amire méltán lehetünk büszkék. Helyezettek, illetve érmesek voltak országos versenyeken, vannak utánpótlás és felnőtt válogatottjaink, akik szintén világversenyeken, Európa-bajnokságokon, világbajnokságokon szereztek érmeket, többen közülük országos versenyeken All-Star legjobb ötös csapatba választották be, vagy éppen a torna MVP-jének választották. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok ígéretes és tehetséges fiatal van, aki előtt szép jövő áll. De természetesen megemlékezhetünk az edzőkről is, akiknek a munkája nélkül ez nem jöhetne létre, illetve hát van még egy a Praks Péter, akire meg külön büszkék vagyunk, hiszen most ő Magyarország legjobb, legmagasabban jegyzett játékvezetője, és hát annak is nagyon örülünk, hogy ő innen Bécsről érte el ezt az eredményt. Reméljük, hogy sok-sok követője lesz majd. Az ünnepségen részt vett Bodnár Péter, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének főtitkára, aki, mint elmondta, mindig szívesen jön Baranyába, hiszen példaértékű az a munka, amit a megyében végeznek. Bodnár Péter Baranya megyét a magyar kosárlabdázás egyik legfontosabb bástyájának nevezte. Baranya megye az egyik legaktívabb megyénk, és megyeszékhelye Pécs városa pedig az egyik legfontosabb vidéki bástyája a magyar kosárlabdázásnak, hiszen a kosárlabda sportág minden szegmense megtalálható itt már Pécs városában is, hiszen mind férfi felnőtt, A-csoportos és női A-csoportos csapat is van, államilag elismert sportakadémia, MKOS által elismert és akreditált akadémia, teljes utánpótlás repertoár, kerekesszékes kosárlabdázás, és hát elég azt is mondom, hogy tudományos szempontból pedig itt található a kosárlabda specifikus módszertani központ, illetve a Pécsi Egyetemen pedig a BSC edzőképzés után rövidesen a mesterszak is elindul, úgyhogy én azt hiszem, hogy mind infrastruktúrális, mind sporttudományi, mind szakmai háttérre minden rendelkezésre áll ahhoz, hogy a lehető legmagasabb szintű utánpótlás nevelő munka történjen. Nagyon nehéz lenne az edzőknek kifogást találni, hogyha ez nem sikerül. Bodnár Péter a 2022-es évvel kapcsolatban elmondta, szeretnék, ha minden versenyrendszert be tudnának fejezni tavasszal, és bízik benne, hogy a válogatottak is sikeresek lesznek.